Egy pizzériát talált el egy rakéta Kelet-Ukrajnában. Legkevesebb 80 meghaltak, és csak nem 500-an megsebesültek. De a romok alatt még lehetnek áldozatok. Kijev szerint a felelőseket bíróság elé kell állítani. Moszkva a háború kezdete óta cáfolja, hogy civil célpontokat támadna. Közben az ukrán elnök bejelentett egy újabb amerikai fegyverszállítmány érkezését. Megrázó képsorokat rögzített egy civil az ukrajnai Kramatorskban, miután rakéta találat érte a város népszerű bevásárló negyedét. A robbanásban egy pizzéria szinte teljesen megsemmisült, a környező épületek pedig életveszélyessé váltak. A mentők megérkezéséig az étterem vendégei, dolgozói és járókelői nyújtottak első segélyt a sebesülteknek. A közkedvelt éttermet éppen a legforgalmasabb kora esti órákban érte a találat, amikor a szinte teljesen tele volt. A robbanásban legalább 8-an meghaltak és több mint 50-en megsebesültek. Egyikük egy 8 hónapos csecsemő. A halálos áldozatok között 3 gyermek is van. A robbanás után ide rohantam, a közelben van egy kávézóm, itt minden a levegőbe repült, mindenütt csak romokat látok, le sem tudom írni. A fiam meghalt a háborúban, most pedig ez történik, mondta ez a nő. Több embert élve sikerült kimenteni a törmelékek alól, de a romok eltakarítása még napokig eltarthat, így nincs kizárva, hogy további holtestekre bukkannak. Nem tudom, kik vannak még ott, a kollégáim, mondta egy túlélő. Egy másik rakéta egy Kramatorszk melletti faluban csapódott be, és 5 embert sebesített meg. A 150 ezeres lakosú város mindössze 30 kilométerrel fekszik a Donyecki frontvonal mögött, és itt van a fegyveres erők egyik fő hadiszállása is, ezért kiemelt katonai célpontnak számít. Tavaly áprilisban a városvas útállomását bombázták, akkor 63-an haltak meg. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök éjszakai videóüzenetében reagált a történésekre. Honfitársaim, pontosan egy évvel a Kremencsuki bevásárlóközpontot ért 22 halálos áldozatot követelő orosz terrortámadás után az orosz terroristák S-300-as rakétákkal támadták Kramatorszkot, mondta az ukrán elnök, majd kijelentette. Minden egyes ilyen tett megerősíti, hogy Oroszországnak el kell buknia, az orosz terroristáknak és gyilkosoknak pedig bíróság előtt kell felelniük a tetteikért. Beszédében Zelenszky új harckocsikat, lőszert és légvédelmi rakétákat tartalmazó amerikai fegyverszállítmány érkezését is bejelentette. Ezen felül Litvánia is ígéretet tett 2 darab NASAMS légvédelmi rendszer szállítására. A Fehérház Nemzetbiztonsági Tanácsának a szóvivője elítélte, ahogy fogalmazott, az ukrán nép elleni brutális orosz támadást. Moszkva továbbra is cáfolja, hogy civil célpontok ellen hajtana végre katonai akciókat.